távozom, csak maradok tisztelettel ott, köpködve fűmagot. Múlt kedden tartották a Kulturális Központ Galéria termében Nádas József festmény kiállításának megnyitóját. A képek készítője úgy fogalmazott, a vászon keresztül fejezi ki önmagát. Korlatilag egy belső szükséglet kifejezése, hogyan tudod megmutatni magad, mondjuk a festéken és az ácseten át, azon keresztül. Milyen egyszerű egyébként. Mondhatom azt, hogy minden evő vagyok, ezt el szoktam mondani már a portrétól, a tájképen keresztül, bármilyen témát, ha eljön az ideje, akkor képes vagyok megfesteni. A Kulturális Központ kérte fel a kaposvári alkotót, hogy különleges, színes képeit a nagyatári közönségnek is megmutassák. Nádas József korábban is megfordult városunkban az itt szervezett alkotótáborban. Most már ő maga is tart ilyen foglalkozásokat. Egy közösséget épített maga köré, azt a tudást, amit az évek során összegyűjtött, azt nem tartotta meg magának, nem csak az alkotásainak, hanem megosztotta alkotótársaival. Egy teljesen önzetlen módon egy olyan kis közösséget indított útjára, amire az intézmény vezetőjeként nagyon büszke vagyok. A téma választás rendkívül gazdag, a képeken az impresszionista elemek könnyed használata jelenik meg, tette hozzá a Kulturális Központ igazgatója. Mindenképpen kívánatos, hogy minél többen merjenek ecsethez nyúlni, a művészetek felé fordulni, vélekedett egy a kiállításon megjelenő képzőművész. És nagyra becsülöm, hogyha valaki megpróbál a mindennapoknak a praktikumából kicsit kitekinteni, kilépni, a hétköznapokban megteremti saját számára az ünnepet. Ezt is ilyennek gondolom, tehát például festéssel, vagy hát más művészeti ággal. És hogyha ez kellő szerénységgel is társul, akkor ez mindenképpen azt gondolom, hogy egy követendő példa tud lenni. Egy érdekes utazásra hívlak benneteket, hívom önöket. A fiam már egy idő után zárjátunk, inkább így mondom. Nagyon érdekes utazás lesz, rövid viszonylag. A megnyitó zárásaként az alkotó zenei meditációval körítette a festményeket, mintegy kiegészítve azok mondani valóját. Tündérdobon és keretdobon egy rögtönzött, relaxációs dalomot adott elő a fiával. Ez egy ilyen spirituális vonulat, tehát mindenkinek ez igazán nem jön be, de a lényege az, hogy hogyan tudsz önmagad lenni egy adott pillanatban, itt és most. Tehát most a festmények fognak inspirálni bennünket, minden előkészítés nélkül fogunk játszani. Se próba, semmi nem volt, egyszerűen, spontán módon fognak történni ezek a dolgok. Nádas József kiállítását november közepéig lehet megtekinteni a Kulturális Központban.